képviselőasszony, ezzel a tisztelt képviselőről, szeretettel köszöntök mindenkit az EHOLI rendkívüli rend és tanácsülésünkön. Köszönöm, hogy eljöttek. Elnök úr, átadom önnek a szót. Köszönöm, és üdvözlöm tisztelettel a jelenlévőt a májusi soros tanácsülésünkön. A kiküldött behívóban 12 pont szerepel, de úgy értesültem, hogy még lesz egy konzult. Plusz még voltak a jegyzőkönyvek, akkor megkérném először a jegyzőkönyveket, hogy ki van, olvasták el, van-e hozzaszólás, megjegyzés. Ha nincs, akkor kérem, fogadjuk el a jegyzőkönyvet. Ki van mellette, hogy elfogadjuk. Ki van ellene, ki tartózkodik. Tartózkodik. Mondtam, amikor a kiküldött behívóba 12 pont, most még lesz egy, csak megkérem a polgármesterről, hogy mutassa be a tanácsülésre. Köszönöm szépen, elnök úr! Erre a tanácsülésre 12 pontból álló napirendet tájékoztattunk össze, viszont egy 13-at is szeretnék betűzni, amelyet az elmúlt órában tudtunk átküldeni a képviselőknek, és a következőképpen néz ki ez a napirend. Az első pont keretében javaslom jóváhagyásra a költségvetésünk 2022-es zárszámadását. A másik napirendi pontban a 2023-as esztendő első negyedévének a zárszámadását. A harmadik napirendi pontban a Transzlog RT mérlegének és eredménykimutatásának a jóváhagyását. A negyedik napirendi pontban egy hiba kiigazítását, amely az idén elfogadott 33-as határozatunk római 3-as mellékletében keretkezett. Az 5. napirendi pont keretében a 27-es idei határozatunk kiegészítését, amelyel a helyközszállítás szolgáltatására a Transzlog RT-nek ítéltük oda. A 6. napirendi pontban javaslom, hogy bízzuk meg Kovászna megyét, hogy részt vegyen egy olyan projektben, amelyel elektromos mikrobuszokat vásárolnak a megye önkormányzatai, illetve iskolái számára. A 7. napirendi pont keretében javaslom az idei 16-os tanácshatározatú módosítását, amely Barótváros kórházának organogramjára és státus jegyzékére vonatkozik. A 8. napirendi pont keretében javaslom az idei 39-es tanácshatározatunk részleges visszavonását. A 9. napirendi pont keretében javaslom az iskola területén található műhely épület energetikai rehabilitálása és refunkcionalizálása című műszaki tanulmány jóváhagyását. A 10-es napirendi pont keretében a régi tornaterem felújítására írt műszaki tanulmány jóváhagyását. A 11-es napirendi pont keretében a régi úgynevezett golyafészkes iskola rehabilitálására elkészített tanulmányok jóváhagyását. A 12. napirendi pontban a Köpeci általános iskola épületének az energetikai felújítására írt műszaki tanulmányok jóváhagyását, és a 13. napirendi pont, amelyet javasló betűzésre, az a Rákóczi iskolának a polgármester hivatal mellett lévő iskolaépületének az energetikai rehabilitálására írt tanulmányok jóváhagyását tartalmazza. Kérem tiszteletben a napirendi pontok ilyen formában való elfogadását. Köszönjük szépen, tanácsos kollégákat kérdem, hogy hozzaszólás van-e. Ha nincs, akkor szavazzunk, elfogadjuk a napi rendi pontokat ebben a módosított formájában, 13 pontot. Mellette. Köszönjük szépen, akkor megkérem a polgármester, hogy mutassa be a napi rendi pontot. Az első napi rendi pont keretében javaslom a Barótváros 2022-es költségvetésének az zárszámolását elfogadni. Erről bőséges anyagot szolgáltattunk az önkormányzati képviselőknek még a küldés összehívásakor, de kérem tisztelettel ebben a formában való elfogadását.
kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása, megjegyzése, vagy akinek dolgozik. Nincs, akkor az egyes szak bizottságot kérdem, hogy tárgyalod. Nem bizottságot tárgyalodunk, átoldásra vassuk. Köszönöm. Kérem, szavazzunk, ki van a mellett, hogy elfogadjuk az első napi rendi pontot, a formálnak. A második napi rendi pont keretében javaslom az idei év első évnegyedének az árszámadását elfogadni. Az átküldött anyagok szerint. Köszönöm a kollégákat hozzá a fűzni való megjegyzés. Ha nincs, akkor az egyes szakbizottságot, a pénzügyi szakbizottságot. Szakbizottságot tartjuk, és akkor lassan javaslunk. Akkor kérem a kollégákat szavazzunk, ki van a mellett, hogy elfogadjuk ezt a napi rendi pontot. A harmadik napirendi pont keretében javaslom a Transzlok RT tavalyi zárszámadását és mérlegét elfogadni. Itt van a igazgató úr, hogyha valakinek van bármilyen részletekben menő kérdése a megküldött anyaghoz és a téma az egyáltalán, akkor kérem, hogy neki tegyék fel. Valakinek kérdése? Ha nincs, akkor kérdem az egész adatbizottságot. Szerintem csak lesz, és tárgyalatok is átoldásra javasoljuk. Kérem, szavazzunk, ki van a mellett, hogy elfogadjuk a Transzlok RT jelentést. Négyes napi rendi pont. A negyedik napi rendi pont keretében javaslom, hogy az idén elfogadott ...27-es tanácshatározatunk tegyünk egy módosítást. A prefektúra észrevételezte, hogy az idén a jövő évi adókra elfogadott... Ez egy másik. 33-as tanácshatározatra. A prefektúra észrevételezte, hogy az idén elfogadott a tavalyi adókra, a jövő évi adókra vonatkozó indexálásba egy plusz tétel is becsúszott, ez a 12 tonna fölötti szállító járművek adózásának az indexálása, és úgy tudjuk helyrehozni ezt a hibát, hogy kivesszük ebből a határozatból. Tehát kérem, hogy ezt a tárgyi hibát javítsuk, amely a római 3-as melléklet 5. és 6. pontjánál szerepel. Kérdése. Ez az egy megjelenzés a prefektúrának, hogy nem hirdettük meg előzetesen ilyen transzparenciás adatot is a törvény értelmében, de én nem látom ezt, hogy itt beleszólhatnának az állampolgárok, mi már dolgozunk a inflációval, megszorozva, mi kötelez minket. Azt is kifogásolja, de erre választ írtunk, reméljük, hogy behánkérnek ki rendelkezik. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, az a szólása ez a kérdése. Annyit kérdez, hogy mennyi időre vállaltó válaszol. Nincs valami válasz, mert ez tőlük függ. Akkor kérdem az egyes szabadzottságot. Köszönöm a tárgyalatot is, átoldásra javaslunk. Akkor kérem, szavazzunk, ki van amellett, hogy elfogadjuk ezt a javítást. Az ötös napirendi pont keretében szintén a prefektúra észrevételezésére javaslom, hogy a 27-es tanácshatározatunkat módosítsuk, illetve egészítsük ki azzal, hogy a direkt odaítéléssel adjuk a helyi közszállítás feladatát a tulajdonban lévő Transzlok RT feladat körében. Románul konkrétan így hangzik: se a prova modalitatea de gestiune a serviciului de transport local de călători pe baza studiului de oportunitate prin modalitatea gestiunii directe. Ez a kifejezés volt, amit a prefektúra észrevételezett. Kérem tisztelettel elfogadásra. Köszönöm, kollégára kérne valakinek hozzászólása észrevétele. Nincs, kettes szakbizottságra tárgyalatok elfogadása javasoljuk. Akkor kérdem a tisztelt tanácsot, szavazzunk, ki van mellette. Hatos napirendi pont keretében
javaslom, hogy bízunk meg Kovászt megyét azzal, hogy a mi önkormányzatunk nevében is részt vegyen egy olyan pályázaton, amely elektromos autóbuszok, mikrobuszok beszerzését célozza az iskoláink számára. A tanfelügyelőség már 3 éve bekérte mindig az adatokat, hogy milyen elektromos mikrobuszra van szükség az iskolánál. Mind a ketten egy-egy 16-21 személyes mikrobusz szükségességét jelölték meg, ugyanis a jelenleg funkcióban lévő autóbuszok azok több mint 8 évesek, tehát gyakorlatilag már amortizálódtak. Ez egy országos projekt, eredetileg úgy volt, hogy a tanfelügyelőség pályázik, most pedig úgy, hogy a megyék pályáznak, tehát minden egyes helyi önkormányzat, a megyei önkormányzatnak delegálja ezt a jogot. Tehát ezzel a két 16-21 személyes autóbusszal bizonyítja a megyei tanácsot, hogy pályázzunk a mi iskoláink számára is. Kérem tisztelettel az elfogadást! Mindig valakinek kérdése, ha nincs, akkor kérdem az Egyesszak Bizottság véleményét. Szak Bizottságban tárgyaltunk, a napirányi kormányos átfogadásra javasol. Kettesszak Bizottsági szintén átfogadásra javasolja. Kérem, akkor szavazzunk, ki van a mellett, hogy elfogadjuk ezt a napirányi kormányos átfogadásban. Köszönjük szépen. A 7-es napirányi pont keretében javaslom, hogy módosítsuk azt a 16-os számú idei határozatunkat, amelyel elfogadtuk a Barót Városi Kórház organogramját és státusjegyzékét. Gyakorlatilag két változásról van szó, hogy a belgyógyászati osztályon egy rezidens orvos állást átalakítsunk szakorvos állásá, valamint a laboratórium keretében egy biológus állást átalakítsunk szakbiológussá. Kérem tisztelettel az elfogadását. Valakinek kérdése? Nagyon csak kérem a 3-as szakbizottság véleményét. 3-as szakbizottságban megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Nagyon kérem, szavazzon ki van amellett, hogy elfogadjuk ezt a napi rendi gondolatba a formában. A 8-as napi rendi pont keretében javaslom a 39-es idei határozatunk részleges visszavonását. Ezzel rendeztük az alkalmazottak fizetését. Egyetlen hibát észrevételezett a prefektúra, mégpedig azt, hogy az egyik osztályvezetőnek, aki az előzetes pénzügyi kontrollt is végzi, azt a bizonyos 10%-os juttatást, ami a fizetéséhez hozzájárul, nem tanácshatározattal, hanem polgármesteri rendelettel kell odaítélni. Éppen ezért javaslom, hogy a 39-es határozatunkból vonjuk vissza azt a tételt, amely erre a 10%-ra vonatkozik, és amikor ez megtörtént, akkor a polgármester rendelettel fogunk úgy, ahogy azt a törvény írja. Köszönjük. Valakinek észrevételet érzése ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kérem a 3-as szakbizottság véleményét. 3-as szakbizottságban megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Köszönjük. Akkor kérem, szavazzon ki van amellett, hogy elfogadjuk. Akkor a következő 9-es. A következő 5 napirendi pont gyakorlatilag ugyanolyan típusú, hiszen elkészültek azok a műszaki gazdasági tanulmányok, amelyek a tenderelés pályázataink részére voltak megrendelve. Ezek azokat az iskolaépületeket tartalmazzák, ahol hőenergetikai felújítást szeretnénk végezni a pályázat segítségével. Ugye, amikor letettük a pályázatokat a tavalyi év elején, akkor a tavalyi év közepén, akkor a következő tanulmányokat kellett elkészítsük: topotanulmány, geotanulmány, energetikai audit, szakértő véleményezés. Ennek az alapján nyertesnek nyilvánították a pályázatainkat, és aláírtuk az idén februárban szerződéseket, és kötelezettségünk, hogy elkészítsük azokat a megvalósíthatósági tanulmányokat, amelyek egy tervezési további fázisról szólnak. Az elmúlt tanácsülésen jóvá hagytuk a tématerveket mindegyik beruházásra, most pedig 5 beruházásnak készültek el ezek a tanulmányok. Ezek a tanulmányok már költségvetést is tartalmaznak, és ezek a költségvetések, valamint az ottan alkalmazott műszaki megoldások bele vannak hívva mindazokba a dokumentumokba, amelyeket szakjelentés címen elkészítettek a munkatársaink és eljutottak a képviselőknek. Minden egyes épületről beszéltünk a múlt alkalommal, amikor a tématervet fogadtuk el. Említettem, hogy milyen típusú beruházásokat, milyen típusú módosításokat és fejlesztéseket javasoltak a tervezők. Most ezeket nem ismételném meg, hanem egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ez pedig a költségvetés. Tehát ezekre az épületekre úgy kaptunk finanszírozást,
hogy a kiterített nézetmétert meg kellett szorozni 440 euróval, és ehhez még az alfa hozzájárul. Ezek kiadtak egy összeget, ezek szerepelnek a költségvetés, ezek szerepelnek a finanszírozási szerződésben, viszont most, hogy elkészültek ezek a tanulmányok, látszanak, hogy ezek az azok az összegek, amelyekbe belekerül az épületek felújítása, jóval többbe kerülnek. Az elmúlt hetekben volt alkalmam, amivel a polgármesteri kollégákkal beszélgetni, mindenütt az a helyzet, hogy minimum 20%-kal többbe kerül, de nem kevés, ami 50 vagy 100%-kal többbe kerül, és gyakorlatilag ebben a helyzetben vagyunk mi is. Ezeket a tanulmányokat evaluálás, tehát értékbecslés alapján készítjük el. Ugye még nincsenek előméletek mellé, hiszen az egy későbbi tervezési fázis, a műszaki kiviteli terv elkészítésének a fázisához tartozik. Éppen ezért én azt javaslom, hogy ezeket a beruházásokat a mostani költségvetéssel, a mostani javaslatokkal fogadjuk el. A pályázat mellette azt írja elő, hogy a következő 6 hónap alatt kell kialakítani, kell megírni, kidolgozni mindazokat a műszaki tanulmányokat, amelyek az építési engedély kibocsátásához vezetnek. Azt jelenti, hogy a durva értékbecslésből már kidolgozott előméretek és kidolgozott anyagmennyiség listák fognak lenni, és azokat akkor be tudja állazni a tervező precízebben, mint most. A tervezőkkel való beszélgetés mindazt vetítette előre, hogy egyrészt mindenütt, ahol terveznek, mindenütt sokkal drágábbak kerülnek ezek az épületek, mint a rendelkezésre álló összeg. Kettő. Úgy gondolják, hogy a műszaki terv kidolgozása folyamán ezek az összegek a precízebb meghatározásnak köszönhetően remélhetően csökkenni fognak. Három. Az infláció tavaly tapasztalt fokának a mérséklődését látjuk és várjuk, tehát az idei infláció tavalyival szemben már 16,78% volt, az idei becslések szerint valahol 7-8% körül kellene mozogjon. Négy, az elmúlt hónapokban, februártól errefele mindazok a koeficiensek, amelynek alapján aktualizáljuk a folyamatban lévő szerződéseinknek az árát a tavalyi 47-es sürgősségi kormányrendet értelmében, azt látjuk, hogy fokozatosan, lassan-lassan, de hónapról hónapra jönnek lefele ezek a koeficiensek, és őt igazából akkor tudjuk meg egy beruházásnak az irányárát, amikor azt a közbeszerzés végén beárazzák. Ezeket szerettem volna előrebocsátani, tehát a 9-es napirendi pont keretében a régi tornaterem épületének a felújításáról van szó, és ez a tornaterem felújítása, illetve minden épület felújítása a szigetelésről szól, a fűtés, szellőztetés, hűtés modernizálásáról szól, a szigetelés és a fűtés beavatkozások nyomán megsérülő burkolati elemek javításáról és cseréjéről van szó, tetőjavításokról szól minden esetben, héjazatok javításáról, tehát cseréjéről szól minden esetben, és ami specifikus erre a tornateremre, az az, hogy múltkor is említettem, hogy a tavaly elvégzett szakértői véleményezés, amely úgy állapította meg, hogy az épület 3-as kockázati osztályra tartozik a földrengésveszély szempontjából, az a szakértő sajnos időskorú volt a tavaly is elmúlt, most egy új szakértőt kellett szerződtessük, és megállapította, hogy csak 2-esben tartozik, tehát konszolidálást, azaz szerkezeti megerősítést is igényel az épület. Ezek a beruházások vezetnek oda, hogy a beruházás értéke jogos. Ezeket az összegeket ismertetni, hogy látszódjon, hogy mi az, ami van az eredeti szerződésben, és mi az, ami a tanulmány alapján úgymond kijött. Tehát az eredeti szerződésben 2.288.000 van, és a tanulmány szerint 6.470.000 lejje, tehát 4.182.000 lejje kerülne többbe ez a beavatkozás. Lehet, hogy itt egy kicsit a számozásom másképp el vannak téve, de akkor mondom rögtön, akkor elmondom mind az ötöt, és akkor lehet egyenként szavazni róla. Tehát akkor a következő a Vinkola területén lévő műhelynek a rehabilitálása és a felújítása. Itt nekünk a költségvetésünk
Tehát a szerződésben 2.345.000 ezer szerepelt, ez a tanulmány viszont azt mondja, hogy 6.870.000 ebbe kerül a teljes felújítás. Ugye itt egy olyan tétel van, amelyet önmagában nem finanszíroz a PNRR-é, ez pedig a padlásnak a kérdése. Pár évvel ezelőtt kialakítása került a padlás úgy, ahogy van, viszont azóta sem lehet egy tűzrendészeti engedélyt szerezni rá, és nem is lehet ebben a formában. Éppen ezért akkor azzal biztatják a tervezőket, hogy tervezzék át úgy a padlást, hogy az legyen tűzrendészetileg megfelelő, ami azt jelenti, hogy teljesen le kell venni, és teljesen új padlásteret kell kialakítani. Ez egy opcionális verzió, tehát amikor oda kerülünk, akkor a tanács dönthet úgy, hogy ezt megcsinálja, vagy ettől eltekint. Ha eltekint, akkor viszont végérvényesen le kell, és le fogjuk zárni a padlást, mert nem lehetséges, hogy ott olyan tevékenységet folytassunk, amelyre nincsen engedélyünk. A következő beruházás a régi iskola épületének a rehabilitációja. Itt nagyobb költséget okoz a héjazat és a tető részleg és a héjazat teljes cseréje, párkányzatok javítása, felázásoknak a megjavítása, és az innenhely beköltöztetése az épület melletti különálló épületből az alaksorba, hogy megfelelő hely van erre, és ez a diákok javára is szolgálna, és más előnyös szempontja is vannak. Ebben a pillanatban erre a régi épületre 1.322.000 lett áll rendelkezésre, és 2.953.000 lett kerülhet, tehát 1.630.000 lett őrész kellene hozzátenni. A következő beruházás a Köpeci Általános Iskola bejavítása. Itt nagyon egyszerű tevékenységek lesznek elvégezve, hiszen csak a szigeteik a meglévő felületeket. A fát azt eltávolítjuk az alaksorból, azt is szigeteljük a födénnél, és mindenütt hőpumpás fűtési rendszer lesz a javaslat szerint kidolgozva, amely fűtést egyaránt elvégzi. Ebben a pillanatban erre nekünk 3.118.000 áll rendelkezésre, a beruházás 4.520.000 lát elő, tehát 1.400.000 őrészen kellene hozzájárulni. És az utolsó, a 13. napirendi pontban pedig azt a tanulmányt ismertetném röviden, amely a polgármesteri hivatal melletti iskolaépületre érdekes. Ez egy kis iskolaépület, egy csekély mértékű beavatkozást foglal magába, 1.700.000 lejár rendelkezésre és 2.351.000 lejárbe, tehát 650.000 lejár kerül többe, mint a előrelátott és leszerződő finanszírozás. Azért mutattam be, mivel ugyanazokról a tételekről van szó, úgy hasonló problémákról van szó mindegyiknél, és akkor külön tiszteltel elküldött, hogy egy esélyben a köszönöm. Köszönöm. Be voltak mutatva. Én kérdezném a kollégákat, hogy ha valakinek kérdése, hozzászólása, akkor jelenleg a melyik pontra ez röviden, és akkor bántan átosuljuk. Külön-külön az értékeket tudjuk, én így fejbe összeadtam. Körülbelül 10 millió önrészre lesz szükség, csak a mai nap elfogadandó projektre. Kérdem, hogy honnan lesz valódnak 10 millió lejjel? Minimum, ez még több, hogyha apró pénzre összeadjuk. Minden egyes iskola tulajdon, egy önkormányzat tulajdonában lévő épületre ugye pályázatot letettünk. Mindenütt rájöttünk, hogy az önrész jóval nagyobb, tehát a 100-150%-ból az önrész meghaladja az alapértéket. Nekünk szükségünk van arra, hogy egyetlen egy épületet se tudjunk befejezni, megcsinálni, mert nem lesz önrészünk. Nem jobb lett volna egy, esetleg két épületre fókuszálni, féltenni ezeket az előtanulmány, tanulmány, megvalósíthatósági tanulmányokat, kifizetett összeget, hogy legyen meg az önrészünk arra, hogy minimum egy vagy esetleg két épületet be is tudjunk fejezni. Tehát ma nem tudom, hogy itt a teremben van olyan, aki elhiszi, hogy ez megvalósítható, amit itt most hallottunk, csak hogy beszélünk erről az egy néhány. De ezen kívül még keresztül mentünk másik fázison, amikor nagy épületről volt szó, és így tovább.
Tehát oda kerültünk, én otthoni számadásba vettem, kell nekünk minimum, hogy ezt a projektcsomagot, amit itt az idén ez a projekt alapján elképzeltünk, kell legalább 20 millió lejtőnrész. Nem tudom, hogy egyáltalán képzeletben valaki ezt gondolta-e meg. Jó, megszavazunk, mindent is megszavazunk azért, mert nehogy Isten, ha véletlenül nem szavaznám meg a 6.800.000-es feljavítási költséget a műhelynek, az iskola mellett működő műhelynek, akkor összedőlne a világ, hogy a fejlődés ellen vagyunk, az iskola ellen vagyunk, mindenki ellen vagyunk. Tehát én ebben a fázisban azt mondom, hogy kellene fókuszálni egyre, legalább egyre, amit be is tudunk fejezni. Nem tudjuk ezt, meg se fogjuk tudni kezdeni, egyet se. Ez ugyanaz lesz, mint a tavaly egész esztendőben a szalidni szajkoztuk, ilyen szalidni, olyan szalidni, minden forog a víz, kanalizálás, minden meghalt az egész. Arra is rengeteg pénzt kifizetett Baronyvároson, a tervekre, előtanulmányokra, stb. Most az idén folytatódik ez a helyreállítási alappal, ebből is ugyanaz lesz, mint a szalidni. Zéro. Tehát itt nem fogunk tudni labdába rúgni egyáltalán, még akkor se, ha megnyernénk mindegyik pályázatot, és mindegyik pályázatra megkapnám azt a kiterített négyzetméterre szóló értéket, mert ahogy lássuk, ugye 100-150%-os önrészről kell beszélni. És itt olyan milliókról van szó, hogy nem tudom, hogy ezt valaki hiszi egyáltalán. Köszönöm. Köszönjük szépen. Más valakinek az nem igazán látták a jövőit, hogy az mi lesz, hogy mi lesz.
lehetne valamit, mert az most már nagyon, nagyon sok. Ez lenne az ügyét is. Akkor egyszer vallások oda, most a jövőt. Valószínűleg mindenkit érdekel a válasz. Kábbé fognak neki ennek a munkálatnak a legutolsó megbeszélés szerint. Tehát a múlt héten volt nálam a kivitelező, megyei tanács képviseletében is, és kertén fognak neki a munkálatnak, ott, ahol az aszfalt a fal előtt véget ér, onnantól jönnek befele, első szakaszban elvégzik a központig, tehát a bányászszoborig. Ez körülbelül 2 hónapot vesz igénybe az előrejelzések szerint. Azt jelenti, hogy fel fogják szedni az összes aszfaltot, és az út ágyát is, megfelelő szélességbe, körülbelül 50 és 70 cm közötti vastagságban, attól függően, hogy hol milyen igény van erre, van a terv szerint a tanulmány ezt kimutatta. Ezt az anyagot, amelyet innen kitermelnek, tehát egyrészt ugye vannak kemény anyagok, nem felmarják az aszfaltot és a betont, hanem felszék exkavátorral, ezt mi el fogjuk raktározni, és amikor a munkálat befejeződik, akkor megőrüljük és felhasználjuk a saját útjaidőt. Ami ez alatt a kemény út alatt van, az pedig közvetlenül mezei utakra fogjuk kihordani. A mezei útnak az ágyát előkészítjük a saját gépünkkel, a túlméderrel, és kihordjuk arra egy megfelelő szélességben, megfelelő vastagságban, és utána az autóméderrel elegyengedjük, utána pedig meghengereljük azért, hogy a mezei utakra az az anyag, ami kijön, az elég megfelelő. Ez ugyanakkor magával foglal különböző változásokat is a forgalom tekintetében. Ugye alternatív forgalmi zónája a Szabadság útnak teljesen egészében nincs. Valószínűleg lesznek részleges forgalom elterelések, amelyek a Rózsák útján és a Piac útján fognak kimenni, amikor ki lehet kerülni azt a részt, ami ott történik. De műszakileg benne van egy olyan fajta munkálat is, amikor úgynevezett stabilizált balasztot, tehát cementtel kevert, mentes balasztot rak le egy gép, amit tömörítenek, és ezekre a rétegekre 7 munkanapon keresztül nem lehet rámenni. Úgyhogy lesznek elég komoly problémák a közlekedésben, viszont augusztusban, hogyha minden igaz, akkor be a központig elkészül ez a része. Utána következik a Kossuth utcának az alsó része, amely hasonlóképpen fog lajzolni, tehát onnan is ki lesz termelve minden anyag 50-70 cm mélységben, és ott a Kossuth utcáról teljesen eltereljük a forgalmat a Felső Kossuth utcára. Tehát a Felső Kossuth utcán ugye eddig nem közlekedtek a teherautók, hanem a körgyűrű lementek és onnan jöttek fel, ez most megfordul, a munkálati kivitelezésének az idejére teljesen át lesz ez irányítva. A beruházás nagyon nagy, gyakorlatilag ennek a városnak a legnagyobb közúti beruházása lesz, amit a megyei tanács végezett a város lakóévezi. Lesz egy olyan félesztendő, a jövő héttől kezdődően, amikor nagy gondot okoz a közlekedés, viszont mindenkit arra kérek, hogy intse arra az embereket, és szóljon úgy, hogy ez belátható időn belül megvalósul, évvégére a projektet el kell végezni, és akkor az a 2 kilométeres szakasz, amely a város alsó részétől a farmig tart, teljes egészében kerítéstől kerítésig megújul, nem csak az úttest, hanem a járdák is megújulnak teljes egészében, a vízelvezetés teljesen megoldódik az egész szakasz hosszában. Köszönjük. A témában pluszba ugrott bennünk, mint is felhívva. Tehát az előző önkormányzat, az előző polgármester csináltak egy tervet a terelőútra. Az a terv aránylag elég jónak minősült, mivel sokan áldását adták, de ez úgy működött volna, hogy az, amit ők kitüvekeltek, hogy mondják, hogyha betelekönyvezik és át tudják adni a megyei tanácsnak, akkor a megyei tanács az utat nekünk megcsinálja, kész. Jött a változás, ugye nekünk most már semmi se jó, az, amit a régiek kezdtek el, ez se jó, tehát teljesen más nyomtávot kellene csinálni ahhoz, hogy más személyektől lehessen a földet megvásárolni. De ez is ugyanúgy van, mint egyéb, hogy
elképzelő fázisban van. Tehát nincs terelőútunk, pedig lehetett volna. Ez a három év alatt meg lehetett volna oldani, a megyei tanács átvegye és megcsinálja. Akkor meg lenne oldva ez a közúti nehézség, amelynek majd ki leszünk téve. Ez csak pluszban nem tudom, hogy miért kicsaklott meg az a terv, miért kell újat csinálni, amiből nem lesz semmi, de sajnos úgyse kap a választ. Amit szerettem volna mondani, hogy itt van a fogadóóra kérdése. Ugye kötelező mód fogadóórát kell tartsunk, mint ezzel sincs semmi gond, viszont nem tudom, hogy a kollégák hogy vannak, de én már úgy vagyok, hogy bizonyos személyek, és egyre többen, ugyanazt a kérdést, kéréseket teszik fel, már második esztendeje, amire se választ nem adunk, se eredmény nincsen, se nem semmi, se semmi. Tehát kötelező fogadórát tartani, de hogy utána, annak lesz-e hozadéka az emberek felé, vagy nem lesz? Vagy egyáltalán valakinek valamilyen választ valamelyik kolléga tud-e adni? Nem tudom, mert én nem. Tehát rengeteg probléma van a városban, amiket nem sorolom fel, mert mindenki nagyon tudja. Nagyon jó tudja. A következő, amit néztem, hát ugye a tavaly októberig van feltöltve a Szikápra Barótvárosnak a költségei, úgyhogy nem tudtam aktualizálni az értékeket, de ahogy átnéztem a tavaly októberig, ugye ilyen tanulmányokra, előtanulmány, stb. Több mint 3 millió lejt költöttünk. Az nem kis összeg, mondom, a tavaly novemberig. Szintén Barótvárosnak az üzemanyag költsége, szintén a tavaly novemberig, több mint egy 500 000 lejt. Nem tudom, a szállítási vállalatoknak is számolt ezt ennyit fogyasztani. Akkor vannak itt olyan kérdések, amire én sem tudom választ. Van egy olyan, hogy rekláma Székely Hírmondó. Van egy 21.400, 19.800, 12.600, 30.240, tehát mondom a tavaly októberi, 84.040 lejt fizettünk ki reklámként a Székely Hírmondónak. Nem tudom, hogy mit reklám. Akkor van egy olyan, hogy Pakete Publicitate Audio. Az is 12.800, megjegyzem, hogy a két jelenlevő cég ebben nincs benne, ne, hogy valaki rájuk értse. És akkor a végén azért ne is legyek túl hosszú, hát a kölcsönnek kapcsolatosan hallom egy ideje, amikor a kórház feljavításáról volt szó, kölcsönt kell felvenni. A Petőfi utca csak kölcsönből lehet, a Baróti Szabó Dávid utca csak kölcsönből lehet, akkor most ezeket a feljavítási terveket szükséges önrész, miből lehet megoldani. Tehát ezek olyan összegekre mennek fel, hogy egyáltalán valamit meg fogunk csinálni, kölcsönből vagy kölcsön nélkül, hogy legyen valami eredmény is. Mert az idén, ahogy én észrevettem, nincs még terve se, hogy na, egy valami közbeszerzés. Meghívessünk, hogy fogjuk neki, hogy csináljuk X dolgot. Mi? Az, hogy a megyei tanács mit csinál, hogy minden rápunk a megyei tanácsra. Az, hogy ott, ahogy menjünk ki Barótból az üzemanyagtöltő állomáson túl, már egy éve mindenki emlegeti az ősünköt azon az egy szakaszon. Nem hozzánk tartozik, ha bár annyi autoritásunk, mint helyi önkormányzat, terület tulajdonos. Csak kéne legyen, hogy azt a áterezt valahogy egy kicsit simítsák, ki lehessen menni. Mindenki keresztül kell csatlakozzon egy esztendőre. Ez olyan semmiség volna nekünk, ha minket érdekelnek, de annak a több százezer személygépkocsi, ami keresztül halad, annak bizony gondot jelent. Köszönöm szépen. Terült kérdése. Említettem, hogy az előző önkormányzat nekifogott és kialakított egy nyomor alatt. Az előző önkormányzat vezetőinek 8 éve volt rendelkezésére, hogy véglegesítse, és félig sem végezte el. A terelőútnak a nyomvonala csak részleg van betelekülvezve. A terelőút nyomvonala
magában tartalmazza a 131-es megyei úttól a bányavállalat területéig. A mezőben van egy rész, amely itt bent menne ki, de nem éri el a megyei utat a nadrágjáron belül, és közötte nem volt semmi se bedelekünkhez. Amikor elindítottuk a terelőút munkálatának a folytatását, akkor összehoztunk két beruházást. Az egyik, amit a kataszteri hivatal biztosít és az ingyenes telekkönyvezésnek hívják, és azért választottuk ki a technikatelep és a város közötti részt, hogy azt a nyomvonalat véglegesíteni tudjuk. A véglegesítés azt jelenti, hogy a legrövidebb közlekedési távolságot tegyük meg a technikatelep és a 131-es út olasztereki kiárata között. Az eredeti elképzelésben 500 méterenként 90 fokos kanyarok vannak betervezve. Kivitelezhetetlen, és a világ rajtunk röhög a végén, amikor van egy olyan terelő út, amelyben így kezd valamozni ki a városból. Éppen ezért a kataszteri programunkkal azt tűztük ki célnak, hogy amikor kilépünk a technikatelepről, akkor onnantól egyenesbe vesszük, és egy körforgalomba csatlakozunk a farm mellett lévő mezei úthoz. Hiszen az lesz egy olyan csomópont, amelyet valószínűleg később, vagy akár ennek a terelő projektnek a keretében körforgalomban is el lehet látni. Nagyon sok terelő út parcella nem volt megoldva középen. Tehát például ebben a pillanatban most dolgozunk azon, és kezdett körvonalazódni. Mert hogy utána néztünk, hogy a városnak hol vannak területei, beazonosítsuk azokat a területeket, amely által a terelőút eddig beterekkényvezett két területét összetudjuk körülni. Az eredeti elképzelés szerint a város kültelként egy mezőgazdasági területen ment volna, mondom, két 90 fokos kanyarral át a terelőút, és kikerülte volna a technikatelep. A mostani elképzelés szerint viszont a technika telepén keretében belül lévő betonúton, amelyet a bányavállalattól jegyzőkönyvvel átvett az előző kormányzat, persze ez sem hagyta hátra senkinek se, tehát 2,5 évben került, amíg kinyomoztam ezt a kérdést, és utána megállapítottuk, hogy még, amit a tavaly betelekönyveztünk, és a szeméttelepet oda terveztük, és oda nyertünk meg a pályázatot, még azon kívül is van 6200 négyzetméteres saját tulajdon a városnak, amiről persze nem szólt senki, ha bár az azonosítása évekkel ezelőtt megtörtént, azért, hogy tudjuk átvinni. Tehát nem egy technika telep mellett a mezőbe menjünk el 90 fokos kanyarokkal, hanem menjünk be, és akkor arról az útról már rögtön az út két oldalára a vállalkozások megfelelő módon hozzáférésre tud lenni. A terelőút kérdésére még egyetlen dolgot mondanék, tehát naiv ember az, aki azt mondja, hogy akkor nem volna valami, akkor most már kész lenne. Fejlő a figyelmet mindenkinek, hogy a 122-es és a 131-es út, amelynek a munkálata az idén fognak befejeződni, 2014-ben kezdték el tervezni. 9-10 éve. Meg lehet nézni a megyei tanács határozatait. A helyi önkormányzat 2017. november 6-án határozott arról, hogy partnere lesz a megyei tanácsnak, Bacon és Bartusz községgel és Vardos községgel együtt, hogy ezeket az utakat fejlesse. Természetesen 2017 után semmit nem tett annak az érdekében, hogy az alatta lévő saját feladatait elvégezze. És hogyha azt a 122-es vagy 131-es megyei útnak a projektjét nézzük, amely mondom, 10 évet tart, 10. évet tart, akkor mondom, naiv ember és nagyon-nagyon-nagyon ember az az ember, aki azt gondolja, hogy 2-3 év alatt egy vadonatúj útnak meg lehet oldani a kialakítását. Elmondom, hogy több mint 2 éve dolgozunk rajta, és még a területek azonosításának és telekkönyvezésének a fázisában vagyunk. Az eredmény viszont megjössz. A fogadóórához nem vagyok hivatott hozzászólni, hiszen én tartok minden szerdán. Minden szerdán fogadom azokat az embereket, akik hozzám fordulnak, és köszönöm a polgármester úrnak, hogy a 2,5 év alatt körülbelül 4 vagy 5 alkalommal lettek kisegített, amikor nem tudtam személyesen ott lenni. Az üzemanyag költségeket nagyon jó, hogy felemlítette, el fogunk készíteni egy kimutatást. Amit tudunk, az az, hogy ebben a pillanatban a járműveink legnagyobb része GPS által és az üzemanyag fogyasztást elektronikus módszerrel, mérő módszerekkel közlekedik. Nyomon tudjuk követni pontosan, hogy mit csinálnak, és az üzemanyag költségeink
borítékolhatóan és garantáltan alacsonyabbak, mint az előző önkormányzat üzemanyag költségei. De ezt a kimutatást megtesszük és bemutatjuk. A Székely Hírmondóban annak a megszűnéséig két hetente egy baróti körkép című anyagot publikáltunk, amely pontosan azért volt, mint amilyet van ez az online tanácsülés közvetítés is, hogy az önkormányzat híreit és a város híreit minél inkább a közönség tudomására hozzuk. Ez nem lehetősége, hanem kötelezettsége az önkormányzatnak, más önkormányzatok saját újságot tartanak fenn, lehetséges, hogy mi is meg fogjuk lépni ezt a lépést, de addig is, amíg ez a lehetőség a Székely Hírmondó keresztül rendelkezésünkre állt, értünk vele. A többi úgynevezett reklámcsomag ugyanerre vonatkozik, minden esetben azokat a tevékenységeket népszerűsítettük, amelyet mi szerveztünk, voltak ebben élő közvetítések olyan eseményekről, amely a város életében kiemelkedőek, például kicsengetéseket közvetítettünk, például összefoglaló filmeket készítettünk bányásznapról, más eseményekről, és ebből áll össze, és mindez azért, hogy az állampolgár, aki otthon ül, vagy pedig elszárvazott innen, vagy pedig máshol dolgozik, ha nem is lehet itt, akkor lássa, tudja, hogy pontosan miről van szó, mint például most is azok a hallgatók, akik minket követnek. A kölcsön tekintetében ebben a pillanatban túl korai volna bármit mondani, viszont azt tudom, és ezt kimutathatóan szintén be tudom bizonyítani, hogy ennek az önkormányzatnak a tevékenysége által egyrészt sokkal fegyelmezettebb adóbehajtási eljárásokat alkalmazunk, peres úton, végrehajtó útján, számlaletírtás útján és más teljesen törvényes eszközökkel ellátjuk a mindenki feladatunk, és ez számszerűsíthetően kimutatható, hogy az önkormányzat bevételei jelentősen megnőttek. Csak egy számot mondom, amire emlékszem, hogy csak a 2021-es év folyamán több mint 500 000 lejt vételeztünk el azoktól, akik esetenként akár több tízezer lejt elmaradással tartoztak a költségvetés felé. Ez a munka nem állott meg, ez a munka nap mint nap folyik, hiszen valljuk azt, hogy minden állampolgár egyenlő, és mindenki a kötelezettségeit a helyi költségvetéssel szemben tiszteletbe kell tartsa. Hát Sándor, hogyha megengeded, akkor ugye együtt voltunk Miklósváron, feldobult ez a téma, ugye, hogy ott egy pár család víz nélkül maradt, mert hogy meghibásodott az a bizonyos bazin. Tanácsos kolléga Sándor, ott voltunk, még egy falubelivel is, valamint egy szakemberrel, és megállapítottuk közösen, hogy 1,7 kilométerről van szó, amely a forrásig elvezet, bazin túl a forrásig, és mondta volt a polgármesterről is, hogy a kalápával dolgoznak az emberek, akkor az anyaggal tudnak segíteni az önkormányzat, tudnak segíteni a kalápásokat. Tehát arról van a szó, hogy egy 1,7 kilométeres ásásra lenne szükség a mi gépünkkel. Ez egy 30-es kupával bőven rámba volna, és kellene 32-es cső, ami olyan 6000 lájba kerülne, és 1500 lájra volna még szükség, ami a bazin szigeteléséhez kellene anyag, tehát ez az anyag arra lenne. A többit az pedig így jegyeztük, hogy ezt a falubeliek nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének segíteni, és a szakember is elvallolta, hogy beszáll, úgyhogy az a kérdés, hogy mit tudunk ígérni most így élesben, és akkor a tanácsos kolléga is mit tud mondani majd a falubelieknek, akik érintettek ebben, hogy erre van esély. Hány családot érünk? Hát ez úgy van, hogy 6 vagy 10, de tanácsos jobban tudja, viszont nagyon sokan, mivel jobban víznek a minősége, mint a például miénk, a baróti, ezért nagyon sokan hordták is onnan a kútról, ha jól értesültem, vagy Csapról. Egy Csapron a Rózsa téren, itt a Berszán-Lőránton szembetőbb az utcában, onnan hordták. Kastély kerítése vállalt. Pontosan, pontra, ahol levágtuk a fákot. Onnan többen is bizonyosan. És az 1,7 kilométernek a területein megy a? Az 1,7 kilométer egy mezei út mentén. Egy-két főzet érint biztos, de abban benne vannak a tulajdonosok biztos, hogy
beruházásokról beszélni, amely engedélyezett, tehát egy vízszolgáltatás az egy felelősség. Tehát bármi történik a mi vízszolgáltatásunkkal, ott van, hogy mikor ellenőrizi utoljára a vízminőséget mi, mikor ellenőrizte a közegészségügyi hivatal, mikor ellenőrizte a vízügyi hivatal, stb. Ez nem egy vízellátó rendszer. Az, hogy megmaradt egy vízellátó rendszer egy kollektív időből és ellát néhány családot, ez nem tekinthető közvízszolgáltatásnak. Amit tudunk, az a következő. Van egy területünk, ami 3 hektár 70 ár körüli terület. A város magántulajdona, azon található egy 30 négyzetméteres épület, ami a városnak a tulajdonába tartozik, a vízbazin. Ennek a karbantartását ezt mi elhallgatjuk. De felelősséget azért, hogy milyen minőségű víz érkezik, honnan érkezik, ezért nem tudunk vállalni. Tehát a mi felvállalásunk arra a területre vonatkozik, amely a város magántulajdona. Nekem jó? Én munkát elvégeztem. Tervezzük a Miklósvár-Köpeci szennyvízhálózatot. A Miklósvár-Köpeci és a többi terület, a többi településnek a vízhálózata. Az előző kormányzat 2017-ben, amikor csatlakozott a nagy folyingós projekthez, akkor felvállalta, mi ahhoz nem nyúlunk hozzá, tiszteletbe tartjuk. Mikor abból víz lesz, akkor minden település számára víz lesz. Partizán akciókat vízellátás területén nem tudtam. Más kérdés? Nekem lenne egy kérdésem, hogy a polgármester úr mondta, hogy az útnak, amit mezőkre szántak, ami felszínek a keményebb arttal, azt ott Miklósvárra számíthatunk-e mezőutakra, vagy ott is vannak olyan utak, amit meg kellene javítani, mert... Sőt, Bodosba is. Tehát, hogy az a kérdés, hogy távol a besenyőt. Tehát ezt az anyagot a legközelebbi mezőutak javítására fogjuk szállni. Eleve a cégnek a szállításában 3 km van benne, az ajánlatban nem fogjuk elvinni 10 km-re ezt az anyagot, tehát a legközelebbi utakat fogjuk megjavítani, mert gyakorlatilag a barótunk jelenti. Hogyha lesz majd hasonló munkával, X vagy Y falunk, akkor nyilván annak a falunk az alapjából kikerülő a mezőutnak. Annak a falunknak a megye a mezőutjára használjuk, a Miklósvárig nem fogjuk elvinni Bodosba, a Felsőrákos itt sem Vigorsz falvára, a Baloti-Baloti-ban. Hát eszembe jutott, polgármester úr, beszéltük azt a tanulmány kirándulást az iskola épületébe, vagy akkor a mikrokázisra. Ez van. Sor kerül. Ha nincs egyéb kérdés, akkor...